home office, felhő, saját kütyük. Egy év digitális munkavégzés után elképesztő mennyiségű új kibertámadási felület nyílt meg, és hát sok az ismeretlen, egyre több az incidens. Hogyan lehet a virtuális kollégákkal valós biztonságot teremteni költséghatékonyan? Kis Zoltán a Fortinettől elmondja önöknek. Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Kis Zoltán vagyok a Fortinet Magyarországtól, és hát szeretném ezt megbeszélni önökkel, ezt a kérdést, hogy hogyan tudunk haladni itt a sok támadás sűrűjében, úgyhogy a mai napon a virtuális kollégák és a különböző automatikus megoldások lesz a szó. Na nézzük itt az elejét akkor, hogy hogyan tudunk itt haladni. A két téma, amit idehoztunk ma reggel, az egyik az a virtuális analiszt, tehát azt gondoljuk, hogy nagyon sok olyan támadás ér minket, amivel foglalkoznunk kell, és ehhez kell segítség, a másik pedig a különböző automation-ök lesznek. Fortinetről talán ebben a világban csak egy mondatot mondanék, mint vezető cybersecurity gyártó. Nekünk van a legtöbb eladott cybersecurity termékünk kint a piacon, ezt kevesen tudják, ami azt jelenti, hogy ezek az eszközök nagyon jó saját szenzorként működnek, és ezek a saját szenzorok hozzák be a mi fenyegetettségi központunkba az információkat, amiből aztán tudunk szépen alkotni és eredményeket kreálni. Na, de nézzük akkor, haladjunk tovább, mi itt az alapvető probléma, amivel számolunk el. Az egyik ugye az, hogy növekednek a különböző támadási faktorok, ezeknek a minősége, a vertikuma. Itt van néhány, amit lehet látni az ábrákon, hogy amikor elmegyünk az IoT irányba, a Bing Your Own Device, ugye mindenkivel hozza a saját telefonját a vállalathoz, vagy hazamegy home office-ba dolgozni, jönnek az automatizációk, és nagyon sok olyan terület nyílik meg, ami alapvetően egy új terület. És ezek az új területek új szereplőket is hoznak a világba, nem csak maga a vertikum, hanem ezeknek a technológiáknak a lehetősége. Itt, ami a szlájdon látszik, például a másik oldal is használ különböző automatizmusokat, mesterséges intelligenciákat, nagyon olcsó lett és nagyon nagy számosságban lehet most már támadásokat indítani. Ez egy nagyon komoly dolog, amivel számolnunk kell. Na, de aztán utána, amit itt látunk ezen az ábrán is, a különböző automatizmusok mellett a malverek minősége is változik. Tehát vannak most már gyakorlatilag öntanuló malverek, amikor ugye a laterális mozgást saját magukat azzal segítik benne, hogy tanulnak és kezelik azokat a helyi szokásokat, az információkat, amelyeket megtudnak. Ez nagyon nehéz. Ezen az ábrán, amit itt lehet látni, gyakorlatilag arról van szó, hogy az elmúlt pár évben már többszörösére nőttek a különféle támadások, amiket le kell kezeljük, és el tudom mondani, az elmúlt évben csak a COVID jellegű phishing mailek 3,5-szeresére növekedtek meg, tehát rettentő nagy támadási felület az, amivel számolnunk kell. Mi azt gondoljuk, hogy mesterséges intelligenciát lehet használni sokféleképpen, de a Forti AI az pedig ezt virtuális analisztként használja. De nézzük meg, hogy akkor mi ez az egész mesterséges intelligencia, meg hát hogyan tudjuk ezt kezelni. És ehhez hoztam egy olyan ábrát, ahol talán jól el lehet különíteni a különböző cybersecurity funkciókat. Az első ábrán az antivírus motort próbáltuk megmutatni egy almával. Ugye egy antivírus motor esetében tudjuk azt, hogy mit keresünk. Ismert szignatúrákat, ismert vírusokat keresünk, ezeket szeretnénk valahogy felismerni. Ezek nagyon hatékony motorok, és nagyon sokat segítenek minket a különböző sandboxingnál, egyéb megoldásoknál, ugyanis az előzetes szűréseket nagyon olcsón és nagyon gyorsan tudjuk ezekkel megoldani. Szóval az első variáció, amikor arról beszélünk, hogy keresünk egy ismert szignatúrát, egy férget. A második ponton lehet látni, amikor valamilyen sandbox megoldásról van szó. Ebben az esetben ugye beleharapunk az almába, tehát egy elkülönített homokozóban elindítjuk egy virtuális gépben, elindítjuk az adott objektumot, és megpróbáljuk megnézni, hogy mit fog ez okozni, hova nyúl bele, milyen regisztribe. Ugye itt különül a történet. Mostanában nagyon népszerű egyébként ez a fajta megoldás, örülünk is neki, azonban lassú, több perc, 2-6 perc is kell ahhoz, hogy eredményre jusson. Na és aztán van a Forti AI, amikor is mesterséges intelligenciát használunk. Ebben az esetben különböző tulajdonság halmazokat próbálunk megérteni, ugye ezeket hívjuk feature seteknek, tehát amikor megnézzük, hogy ez az alma
milyen szaga van, mennyire rohadt, hogy néz ki, ráncos. Tehát vannak olyan tulajdonságai egy-egy objektumnak, amiből arra tudunk következtetni, hogy ez egy rossz indulatú objektum. És el kell mondjam, hogy itt egy öntanuló rendszerről van szó, tehát gyakorlatilag egy ilyen 6-7 millió feature szettel szállítjuk le a terméket, és a vállalati forgalomból egy hónap alatt körülbelül olyan 25 millió feature szettet fog megtanulni, és ebből fogja egyébként végtelen gyorsan 10 gigabites throughputból millisekundumok alatt hozza az eredményeket, és ezeket az eredményeket 99,9%-os pontossággal hozza. Gyakorlatilag ezt használjuk arra, hogy nagyon gyorsan tudjunk reagálni a hálózati forgalomban történő dolgokra. Ugye itt a negyediket is érdemes megemlíteni, amikor valamilyen fajta csapdát állítunk a malvereknek. Na de maradjunk itt a mesterséges intelligenciánál és a mesterséges intelligenciának a lehetőségeiről. Itt a kék vonalat, amit lehet látni az ábrán, egy senior analystnek a munkájával vetjük össze a mesterséges intelligenciánkat. Gyakorlatilag egy 40 nap tanulás után pontosabb lesz sokkal, mint egy senior analyst, és innentől kezdve pedig hát ezeket millisekundumok alatt hozza, és nem csak fájlokat vizsgálunk vele, hanem például, amikor még nincsen támadás, egy downloader, egy script, gyakorlatilag még a támadás előtt képesek vagyunk ezeket felismerni. És hogy ezzel ugye mit tudunk hozni, itt lehet látni a bal alsó sarokban, hogy gyakorlatilag a válaszidőt a általános szok válaszidőkhöz képest kb. Olyan pár 10 percre le tudjuk hozni, tehát ideértve a felismerését, az elemzését a történetnek, gyakorlatilag a teljes válaszadással, remediation-nel ebben vagyunk néhány 10 percen belül, úgyhogy ez ilyen szempontból lehet nagyon érdekes. És ugye amikor arról beszélünk, hogy deep neural network-öt használunk, ez egy valódi neural network, ami a ügyfél hálózatában fog tanulni, tehát az ő saját szokásait is bele tudja a modellekbe építeni. Ettől lesz egyébként nagyon hatékony. Úgyhogy hát a mesterséges intelligenciát mi ezt így tudjuk használni hatékonyan, és aztán mit csinálunk ezzel? Hát azt gondoljuk, hogy a másik nagyon nagy lépcsője, lehetősége annak, hogy csökkentsük a vállalati, a SOC analisztek munkáját és terhetségét, az, hogyha automatizálunk. És akik követik a Fortinetet, tudják, hogy a Security Fabric, az a Fortinet kibervédelmi keretrendszer ajánlása. Röviden ez azt akarja, hogy a különböző kibervédelmi funkciók működjenek együtt, kommunikáljanak együtt. Na és akkor hát nézzük meg, hogy itt mi is a kiváltó szükséglet. Hát röviden nem kell sokat beszélni róla, nekünk is van ügyfelünk, aki mondta, hogy nem akar már több logot látni, egyszerűen nincs rá ember, hogy feldolgozza a különböző incidenseket és riasztásokat. Sok a támadás, növekszik a számosságuk, egyre bonyolultabbak, és utána ebből kell a szakoknak valamilyen fajta válaszokat adni. Nagyon nehéz követni. Itt látjuk mondjuk a harmadik kockát, ha kinézem magamnak, hogy nagyon sok olyan probléma jön elő, amit a junior kollégák tapasztalatlansága hoz, ugye nincs elég szakember. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy hát működjenek együtt ezek a különböző kibervédelmi funkciók. Nagyon fontos, hogy ezt mi egy heterogén rendszerben képzeljük el, tehát a különböző gyártói rendszereket is nagyon erősen támogatjuk. Mi azt gondoljuk, hogy együtt kell működjünk mindenkivel ahhoz, hogy jó megoldást tudjunk szállítani. És arra gondoltam, hogy egy kicsikét egy tekis ábrát fogok ide hozni, hogy hát megértsük, hogy mik is ezek a különböző playbookok, amikre itt gondolunk, mik azok az együttműködések, amiket itt elő lehet venni. Ezen az ábrán a FortiAnalyzer-nek hoztam egy olyan playbookját, ami egy nagyon egyszerű munkafolyamatot ír le. Itt remélem, hogy látszik az ábrán. Nem tudom, hogy tudok-e mutogatni itt ezen az online rendszeren keresztül, de ha elképzelik, akkor itt a középső kis kocka egy olyan aktivitás jelent, amikor is karanténba szeretnénk helyezni egy végpontot. Valami bejövő log alapján, valami információ alapján. És itt látszik a harmadik kockán, hogy a külső végpont management rendszerrel kommunikál a FortiAnalyzer, tehát gyakorlatilag ugye egy belső konnektoron keresztül kapcsolódnak a rendszerek össze, és egy log elemzés alapján automatikusan be tudjuk tenni a felhasználói kliens gépet mondjuk egy karanténba. Automatikusan ugye ez azt jelenti, hogy gyors,
és lecsökkentjük ugye a laterális mozgás idejét gyakorlatilag, és utána a SOC Team az pedig majd szépen kivizsgálja a dolgot. Tehát gyakorlatilag, amikor automatikus workflow-król beszélünk, akkor ez erre egy nagyon jó példa. És azt tudjuk bonyolítani. Mondjuk, hogyha egy orchestrator és automatization motort nézünk, itt egy FortiSOAR példa, és itt szeretném ezt megmutatni, hogy hogyan is működik ez. Itt a munkafolyamatot, ha látjuk, akkor minket talán most innen csak annyi érdekel, hogy van egy forrás IP-nk az incidenshez, amit vizsgálni kívánunk, és itt megnézzük azt, hogy ez a forrás IP, ez egy belső IP cím, vagy külső IP cím. Ha külső IP cím, akkor pedig megnézzük azt, hogy valamilyen fajta reputációs vizsgálat alávetve ez egy megbízható, tisztának ítélt IP cím, vagy sem. És azért gondoltam ezt a példát felhozni, mert viszonylag egyszerűen meg lehet azt látni, hogy az egyik nagy előnye ezeknek a workflow rendszereknek az, hogy amikor beérkezik egy incidens, egy riasztás, akkor ezt nem kell egyből kiadnunk a humán erőforrás fele, hanem automatikusan tudunk akár remediálni. Ebben a példában ugye plusz információt kérünk, és itt nem tudom, hogy mennyire látszik az ábrán, gyakorlatilag a Virus Totaltól kérünk be egy plusz információt, hogy itt van az az IP cím, tudunk-e erről valamit. Tudunk-e valamilyen fajta reputációs problémát ezzel kapcsolatban? Mert ha nem, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy valószínűleg false pozitív riasztás, készítünk belőle egy riportot, és így megyünk tovább. Gyakorlatilag, amit itt bekarikáztam, ezekkel a lépésekkel drasztikusan lehet csökkenteni a felesleges analiszt munkát. Egyszerűen azért, mert amikor bejön ez a sok riasztás, akkor nagyon sok olyan lépést tudunk hozzátenni, amely lépések gyakorlatilag vagy törölnek egy incidenst, vagy automatikusan remediálnak egy incidenst, vagy az történik, hogy plusz információt tudunk hozzátenni egy analiszt tikethez. Tehát például, ha belegondolunk abba, hogy jön mondjuk egy riasztás valamilyen rendszerből, és akkor rá tudunk kérdezni több, akár a Fortinet berkein belül, vagy akár más third party információs szállítóktól le tudjuk kérdezni a forrás IP-eknek a reputációjától kezdve azt, hogy mit csinál. Bejön mondjuk egy SIEM riasztás, hogy mondjuk valaki túl sok e-mailt küldött el az elmúlt órában, 500-at például, és egyébként meg 5-5 szokott elküldeni óránként. Ugye a SIEM korreláció az felébred, és beérkezik az incidens. És akkor azt mondom erre, hogy igen, ezzel érdemes lehet foglalkozni, mert adatszivárgás lehet ugye, belső adatszivárgás, de hát mielőtt ezt kiadnánk egy drága, elfoglalt, egyébként is ugye hiány szakmának számító analisztnek, egy biztonsági szakembernek, azt mondom, hogy futtassunk előtte le néhány automatizmust. Például nézzük meg azt, hogy igen, sok e-mailt küldött el a kollega, de hozzáfér szenzitív szerverekhez? Hozzáfér szenzitív információkhoz? Nem. Akkor menjünk tovább. És ha gyakorlatilag ezeket meg tudjuk így nézni a workflow alapján, tehát olyan munkafolyamatot fogunk tudni csinálni, ami alapján tudjuk azt mondani, hogy igen, valóban túl sok e-mailt küldött el, de éppen az történt, hogy kiküldte a flyereket, látjuk, hogy nem ment ki szenzitív info, tehát gyakorlatilag egy SOAR rendszer automatikusan le tudja zárni a ticketet egy riporttal, hiszen nem történt olyan dolog, amivel foglalkozni kellett volna, gyakorlatilag megmentettük megint csak a csapatnak az idejét. És ugyanezt tudjuk elmondani abban az esetben is, hogyha valami valós riasztás van, akkor nem csak bejön mondjuk egy SIEM vagy egy logelemző rendszerből a riasztás, hogy tessék, SOC Team, itt van ez a 30 riasztás, gyorsan foglalkozzatok vele, hanem ezeket is át tudjuk futtatni mondjuk egy ilyen munkafolyamaton, ahol plusz információkat tudunk kérni. Tehát mondjuk meg tudjuk azt nézni, hogy bejön egy riasztás, rendben, mondjuk compromised host, ugye mondjuk a valamilyen rendszer felismeri azt, hogy van egy compromised hostunk, azt gondoljuk, hogy a kliens olyan botnet hálózathoz fér hozzá, ami esetleg zavaró lehet. Mielőtt ezt kiküldjük mondjuk a analisztnek, azt mondjuk, hogy rendben, nézzük meg, hogy van-e mondjuk vulnerability probléma ezen a kliensen. És automatikusan készítünk egy ilyen riportot, és megnézzük azt, hogy igen, van ilyen probléma,
vagy nincsen, és gyakorlatilag ezeket a különböző plusz információkat hozzá tudjuk csatolni a teljes tikethez, és akkor, amikor az analiszt ezt megnézi, akkor már neki nem kell ezeket a munkafolyamatokat végigvinni, hiszen lesz egy korrekt információkkal teli hibajegye. És gyakorlatilag ez, amit mi el szerettünk volna ma mondani, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciának a különböző szintjeit, ugye nálunk is van a machine learningtől kezdve az augmented intelligencián keresztül a valódi deep neural networkig mindenféle megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket használni kell, a támadások számossága ezt igényli, és a másik oldalon pedig igenis dolgozzanak együtt ezek a megoldások, csináljunk automatikus workflow-kat, ezeket emeljük magasabb szintre, használjunk AI-t benne, és ezeket tudjuk tenni már akár egy kisebb vállalati szinten, vagy akár egy komolyabb SOC szinten szoárokkal ellátva. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. zoltanfortinet.com címen szívesen várom a kérdéseket, megjegyzéseket, és örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen!